Hetedik alkalommal rendeztek sírásban és nevetésben egyaránt bővelkedő találkozót a Hírösváros korababáinak szombaton a Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémián. Programokban nem volt hiány. Bábszínházi előadás, arcfestés és kézműves foglalkozások is várták a gyermekeket, de bemutatták a KTE Dunaszfalt és a korababák 2020-as naptárát is. A rendezvényen közel 500-an vettek részt, köztük Horváth Attila Csaba, aki 33 hetes korában jött a világra. Alapvetően én sem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülök, de teljesen másként élem meg ezt az egészet, és nagyon jó esik olyanokkal találkozni, akik segítettek nekünk, meg anyukákkal is, akiket heteket együtt töltöttünk, tehát gyakorlatilag itt laktunk és éltünk. És így megerősített így minket, meg olyanokat éltünk át és láttunk, amit egyébként sok ember nem tudja, hogy ez milyen. A délelőtt folyamán egy megható kisfilmet is levetítettek a koraszülött osztályon folyó munkáról. Dr. Kelemen Edit, a Bács-Kiskun megyei kórház perinatális intenzív centrumának vezető főorvosa, a Híres koraszülöttekért közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, ezekből a rendezvényekből táplálkoznak azokon a szürke hétköznapokon, amelyekből azért sokkal több van. Én azért dolgozom, és nem csak én, hanem a csapat, aki hátam mögött van, hogy ne legyen negatív stigma az, hogy valaki koraszülött, hogy ne féljenek, merjék büszkén vállalni, mert ők a mi kincseink. Dr. Kelemen Edit örömmel adta hírül, sikerült beszerezniük egy olyan 5 millió forint értékű készüléket, amely a kórus idegrendszeri működések korai diagnosztizálásához nyújt segítséget, valamint egy olyan melegítő ágyat, amely optimális hőmérsékletet biztosít a legkisebbeknek.